Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez a Kanizsa TV hétfői híradója. Fontosabb híreinket már is mutatjuk Önöknek röviden. A húsvét nem karácsony, elindult a vásárlási láz, de jellemzően kisebb és más jellegű ajándékokat keresnek ilyenkor az emberek. Stációk. Keresztútjárást tartottak a horvát hívek Jézus jeruzsálemi bevonulásának emléknapján. 4-3. Gólgazdag mérkőzésen nyertek a sáskák a Pókaszepetk ellen. Most pedig a részletek és további híreink. A húsvét nem karácsony, fogalmazott híradónknak ma az egyik műszaki áruház vezetője. Szerinte sokan vásárolnak ilyenkor is, de nincs akkora tumultus, mint karácsonykor. Más üzletekben azonban érezhető a húsvét közelsége, az elmúlt hétvégén ugyanis mozogni is alig lehetett bizonyos boltokban. Az igazi nagy rohamra a következő pár napban számítanak az üzletekben. Az édességpolcokat töltik ebben a kanizsai áruházban. A hétvégén ugyanis annyian vásároltak, hogy szinte kiürültek az állványok. Nagy a válogatás a húspultnál, mindenki a legjobb sonkát keresi húsvétra. De nem csak az élelmiszer üzletekben vásárolnak ilyenkor az emberek, hanem például a játékboltban is. A vásárlók többsége szerint ugyanis a csokoládé mellett a játék a legnépszerűbb ilyenkor. A gyermeknek azt gondolom, hogy ez a legkedvesebb, amíg aprók és picik. És az unokáim még kicsik, 1 éves és 4 éves unokáim vannak, és azért választunk játékot. Hasznos dolgot is szoktunk választani, ruhaneműt is, de a játék az nagyon fontos egy gyermek számára, úgy gondolom. Alig pár vásárló volt csak hétfőn ebben a műszaki áruházban. Az elmúlt hetekben azonban sokan vásároltak apró ajándékokat, például turbix gépet vagy mikrohullámú sütőt. A húsvét ugye nem karácsony, abszolút nincs akkora roham, még azt gondolom nincs egy Black Friday előtte. Most ugyan voltak ezek a glamour napok, ami nyilván egy érénkülést hozott a piacon. Mit mondhatnék? Igazából a kisebb értékű termékeket vásárolják, de persze fogy minden egyéb más is. A Kanizsa Centrum vezetősége szerint az előző hétvégén tömegek voltak az üzletekben. Volt egy országos vásárlási hétvége, ennek áruházunk is a részese volt különböző márkákkal, illetve kiegészítő programokkal, akciókkal éltünk mi is. Ennek eredményeképpen jelentős forgalomnövekmény tapasztalható az elmúlt hétvégét illetően. Az igazi húsvéti rohamra viszont a következő pár napban lehet számítani. Mivel azonban nagypénteken zárva lesznek az üzletek, így elképzelhető, hogy szombaton mozdulni sem lehet majd az üzletekben. Keresztútjárást tartottak tegnap a homokkomáromi kegytemplomnál. A zarándokok Nagykanizsáról, illetve a muramenti magyar és horvát ajkú településekről érkeztek. Voltak, akik az utolsó kilométereket gyalog tették meg Homokkomáromig. Szép számmal jelentek meg zarándokok Jézus jeruzsálemi bevonulásának emléknapján Homokkomáromban. A horvát kötődésű településeken még őrzik az ehhez kapcsolódó szokásokat. Ma virágvasárnap virágot vittünk a templomba, ott a plébános úr megáldotta, olajágakat tudtunk hazahozni, úgyhogy ebben is az otthonunkba vittük a húsvét ünnepét. Molnári Bor rendszeresen érkeznek résztvevők a homokkomáromi zarándoklatra. Valamiben reménykedni kell, és valamiben hinni kell, úgyhogy mi ezt választottuk, a kereszténységet. Abba hiszünk, a jó Istenbe hiszünk, az segít meg bennünket. A hívek minden stációnál megálltak, hogy horvátul imádkozzanak és énekeljenek. Az egyes állomások a szenvedés történetet, a keresztútjárás pedig azt eleveníti fel, amikor Jézus a keresztjét cipelte a Golgotára. A vasúti határátkelőkön is szigorúbban ellenőrzik az utasokat múlt péntek óta. A Gyékényesen élők szerint az elmúlt napokban sokkal több egyenruhást lehetett látni a településen, mint korábban. Ennek egyik lehetséges oka, hogy április 7-én bevezették a szigorított ellenőrzést a schengeni határokon. Ennek lényege, hogy mindenkinek az adatait lefuttatják a schengeni információs rendszerben és az Interpol adatbázisában is. A szigorításra azért van szükség, hogy kiszúrják a gyanús embereket. Rendőrök nagyon sokan vannak mindenhol. Észrevettük, hogy azért mindenhol, amerre utazunk, igaz nem sokat, mert autózni szoktunk, de amit utazunk, ott nagyon sok a rendőr.
Második lett a kanizsai és karosi gyerekek közös fúvószenekar a Balatonföldváron. A dél-dunántúli zenekari versenyt harmadszor rendezték meg, a Tatár Csaba vezette zenekar először indult a megmérettetésen. A Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola, valamint az alakarosi Móra Ferenc Általános és Zeneiskola növendékei az április végi országos versenyre készültek a földvári szerepléssel. A 15 perces műsorhoz Farkas Ferenc egy frissen megjelent kottájából játszották a kötelező magyar darabot, ami mellett még három szabadon választott művet kellett előadniuk. A gyermekek versenyprogramját a kanizsai közönség két hete hallhatta a fúvósok tavaszi hangversenyén. Ráadásul a szervező, a zeneiskola igazgatója, két hét múlva ott lesz a zsűriben, mint fúvós szakértő és bíráló, úgyhogy mindenképpen egy felmérést végeztünk ezen a versenyen. Második helyet értünk el, amire nagyon büszkék vagyunk, örülünk neki, ez egy jó nekifutás elsőre, és tudom már, hogy a gyerekek, mert a gyerekekkel nem egyszerű az érve ez a versenyzés, hogy reagálnak egy éles helyzetbe. Felmerültek a javítandó hibákra is, tényleg az útmutatásunk megvan, és nagy erőkkel készülünk még a következő két hétben, és amilyen nagyon büszkék vagyunk, a zenekar 27 tagjának szülei eljöttek utánunk Balatonföldvárra, és akkor a hatalmas tapsot, ovációt kaptunk gyakorlatilag tőlük, hogy ez azt gondolom, hogy egy nagyon frankó kis lendület a következőkre. A tanulási zavarok megelőzése a célja az úgynevezett alapozó mozgásterápiának, amivel a szakemberek a kisebb mozgásbeli elmaradásokban segítenek felzárkózni a gyermekeknek. A fejlesztés ingyenes az Alamegyei Pedagógiai Szakszolgálatnál, a szükségességét a tanköteleskorú óvodás gyermekek szűrővizsgálatán állapítják meg. Ez egy tanulási zavar előjelző, illetve számolási készségeket, nagy mozgásokat vizsgáló tesztből áll. A csecsemőkori nagy mozgások fejlesztésére épül, és így előzi meg a tanulási zavaroknak a kialakulását, hiszen ezeknek a fejlesztéseknek az a célja, hogy a tanulási zavarokat megelőzzük, a diszlexiát, a diszgráfiát, illetve a diszkalkuliát. Egy-egység vér akár három ember életét is megmentheti. Csütörtökön déltől 4 óráig ismét véradás lesz a bibliotékában. A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület a Vörös Kereszt területi szervezetével és a könyvtárral együttműködve várja a rendszeres, valamint az első véradókat, különösen a fiatalokat. A szakemberek szerint országszerte egyre nehezebb donorokat találni, pedig ahhoz, hogy például csak Zalában zavartalanul működjön a vérellátás, heti 100 véradó segítségére lenne szükség. Róth Miksa császári és királyi üvegfestő és mozaikműves életéről tartottak előadást Gyenesdiáson. A keszthelyi üvegablakok mellett a történelmi Magyarország területén és Mexikóvárosban is megtalálhatók a munkái. A keszthelyi plébános szerint Róth Miksa élete épp annyira gazdag és harmonikus volt, mint amennyire jelentős és sokoldalú a munkássága. 1896-ban kapta a megbízást Dunst Ferenc apát plébánostól a főtéri templom üvegablakainak elkészítésére Róth Miksa. A fiatal művész ekkor már számos nagy megbízásban részesült, többek közt az Országházba, a Királyi Várpalotába és a Vajdahunyad várába is felkérték. A keszthelyi templom plébánosa Tál Zoltán szerint rendíthetetlen alkotó volt Róth Miksa. Hihetetlen gazdag az az örökség, amelyet ő 1900-as években, 890-es évek végén ránk hagyott olyan örökségül, amelyet azt gondolom, hogy méltóképpen és büszkén mondhatjuk őt hazánk fiának, és nemzetközi kitekintéssel bír az ő munkássága egészen eljutott Mexikó városi. Tál Zoltán elsősorban a főtéri templom üvegablakai miatt gyűjtötte össze az üvegfestő és mozaik művész munkásságát. A plébános szerint több dolog miatt is különlegesek a magyarok nagyasszonyának szentelt templom üvegablakai. Egyrészt Róth Miksa ezek elkészítésekor még csak 31 éves volt, valamint igazán monumentálisak a keszthelyi üvegablakok. Azt gondolom, hogy így a különlegesség maga az, hogy Róth Miksának teljesen eredeti állapotában maradtak fenn ezek az üvegablakai, annak ellenére, hogy a szentélyben, az alsósorban az üvegablakok a háborús bomba támadások során légnyomást kaptak és kitörtek, de a többi teljesen épp és eredeti állapotban látható. Az előadáson továbbá elhangzott, Róth maga szerencsés, termékeny művész volt, művésztársai terveit kitűnően alkalmazta, illetve alkalmazkodott azokhoz. Munkái egyéni ötvözetét adják a historizmus, a szecesszió és az Art Deco stílusainak. Róth Miksa másik keszthelyi munkája a Vajda János gimnáziumban látható.
A Szent Imrét ábrázoló üvegablakot Rejsül Imre városbíró 1930-ban adományozta az iskolának. A Szent István fiát ábrázoló ablakot 1949-ben javítás céljából kibontották, és egy időre elfeledkeztek róla. 1992-ben újították fel, és került vissza eredeti helyére. Érdekesség, hogy az iparművésznek akkoriban élt egy névrokon a Kanizsán, aki a posta főnöke volt, és ugyancsak jól rajzolt. Halis István egyik könyvét például ő illusztrálta. 4-3. A múlt heti döntetlen után értékes hazai győzelmet szereztek a sáskák, akik így egyel előrébb a 7. helyre léptek a tabellán. A megye egy 22. fordulójában a Pókaszepetki csapat volt az ellenfél. Az első félidő történései a házigazda fölényéről árulkodtak. A 23. percben Lukács talált a hálóba, 2 perccel később pedig Dolmányos adott nyomatékot a sáska lendületnek. A Pókaszepetkiek a második játékrészre eszméltek, 20 perc alatt 3 gólt is lőttek, ezzel pedig átvették a vezetést. A sáskák ezt nem nézték tétlenül, Kácsics egyenlített, Pál Martin pedig a meccs utolsó pillanatában berúgta a győzelmet érő gólt. Most nézzük fontosabb híreinket újra, röviden. A húsvét nem karácsony, elindult a vásárlási láz, de jellemzően kisebb és más jellegű ajándékokat keresnek ilyenkor az emberek. Stációk. Keresztútjárást tartottak a horvát hívek Jézus jeruzsálemi bevonulásának emléknapján. 4-3. Gólgazdag mérkőzésen nyertek a sáskák a Pókaszepetk ellen. Ez volt a Kanizsa TV hétfői híradója, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!